Őrzők, vigyázzatok a strázsát, csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florenc nyarán s összekeverten, búcsúztató őszi lídónak emlékei a hajnali párás díszkócos tánci termen. Történt szépek éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz aggódva árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsát. Őrzők, vigyázzatok a strázsát. Az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres s ostoba feneség. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szép beszőtt hitét, s akik még vagytok őrző, árva, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Éve. Nem múlt el nap, hogy hajnali imádságom után utam ne ide vezetett volna. Innen, a svájci tössze zárdájának ablakából pillantom meg először a fényt, ahogy a távoli Eschenberg hócsipkés szikláin fölragyog. 17 éves koromban léptem be ide, egy magyar király lányaként. Ma már csak Erzsébet vagyok, elfelejtve rangom, származásom, és én magam is, mindenki által felejtve. Volt idő, hogy hercegek versengtek értem, de azokat a napokat nem kívánom vissza. A gyerekkoromba vágyom, apámat, anyámat ölelném, de ők már rég halottak. Olyan messze vannak tőlem az időben, mint az a távoli ország, ott az Eschenberg mögött, ahol születtem. Pedig a szívemben minden, és mindenki itt van, közel. Sokszor azt képzelem, csak kitárom ezt az ablakot, és ott szaladgálok a Duna partján, a pilisi erdők hűvösében, vagy a várkert gyümölcstől roskadó kertjei alatt. Mintha csak tündér volnék, egy tündér mesében. Tündöklött ő bennem.
apám képzeletében. Egy tündérmesét meséltek neki róla gyerekkorában, és ő elhitte, hogy ez még mindig a liliomos ifjak országa. Pedig mire ő ide érkezett, azok a liliomok már régen elhervadtak. Állt ott egy csodálatos templom is. Évszázadokkal előtte rakták a köveit. Főoltárán Mária szobra állt, akit az egyszerű nép a napba öltözött asszonyként imádott. Itt koronázták meg a királyokat, és itt koronázták meg az apámat is. Cserélte fel az esztergomi főpapi székkel. Békítő hajlamú embernek ismerték, aki már több királyi nemzedék viszályát oldotta fel sikerrel. Csitította IV. Béla és fia V. István vitáját. Tanúskodott Margit szenti avatása érdekében. Teljes szívével pártolta a jót, és üldözte a gonoszt. Apám elődjét, Kun Lászlót kétszer is kiátkozta. Apámat viszont feltétlen híveként szerette. Minden törekvése arra irányult, hogy azokban a viszálytól terhes időkben az uralkodói trónt valahogy megszilárdítsa. Remélte, hogy az új király becsületes szándéka végre rendbe szedi majd az ország zabolátlan erőit. Ott van apám. Milyen boldog. Milyen büszke. Most van élete virágjában. Testvéreim az Úrban, most szálljunk mind magunkba, és tartsunk bűnbánatot e fejedelemért, ki az ország és az igaz hit védelmében fiatal kora ellenére már annyi jót tett. Mindenható örökisten, égiek és földiek irányítója, aki szolgádat Andrást az ország élére méltóztattál állítani, engedd meg, kérünk, hogy minden bajtól megszabadulva az egyház békéjének adományát erősítse, és az örök béke örömének adományát kiérdemelje. Istenünk, aki tudod, hogy az emberi nemzet előtted semmiféle erővel meg nem állhat, engedd. Kérünk kegyesen, hogy szolgáld, akit néped élére kívántál helyezni, megerősödjék segítséged által, hogy akiket uralma alá adtál, azoknak javára is kívánjon lenni. Ámen. Apám, ez a boldog fiatal férfi nem fog megöregedni.
10 évig él még abban a reményben, hogy annyi számkivetés után végre beteljesítheti azt a sorsot, amit szülei álmodtak neki. Ez az álom azonban nem itt kezdődött, hanem majd egy fél évszázaddal korábban. Második András uralkodásának utolsó éveiben vészterhes idők jártak a magyar királyságra. Keletről marhavész tizedelte az állatokat, és pusztulásuk nyomán az országban éheztek az emberek. Budavára és Esztergom hirtelen támadt, oldhatatlan tűzben leégtek. 1231-ben meghalt második András lánya, Erzsébet, akit már életében szentként tisztelt. 2 évre rá pedig meghalt Jolanta is, második András hitvese, akit rajongva szeretett. Romlás és pusztulás folytogatták a lelkét. A kedve elveszett, és András összeomlott. Hogy eltékozott élete bűneire bocsánatot nyerjen, Rómába zarándokolt. Visszafelé megszállt Ferrárában, Adzó gróf palotájában, aki anyai ágon a rokona volt. Gróf igyekezett a kedvében járni. Tudta, hogy Andrást a női szépség milyen könnyen elbűvöli, így különös ínyenséget tálalt. Saját unokahúgát, Esztei Beatrixot. A lányt árvaként nevelte, és türelmesen várta, hogy Beatrix messzeföldön híres szépsége idővel kamatozzon. Várakozása fényesen bevált. András öreg szíve tüzet fogott. Feleségül kérte Beatrixot, amihez Adzó gróf azzal a feltétellel járult hozzá, ha a lány minden vagyonáról és örökségéről lemond az ő javára. Beatrixot elszédítette a váratlan lehetőség. Mit törődött ő örökséggel, vagyonnal, ha egyszer királynő lehet?
ragadott magával a jókedv. Fiának, Bélának reményeire árnyékot vetett az új házasság. Béla herceg felesége, Laszkarisz Mária, aki öregedő apósa halálát várván, már szinte az ország első asszonyának érezte magát. Most gyűlölettel nézte, ahogy az annyira vágyott széket kihúzzák alulra. Béla herceg fia, 5. István, maga is uralkodásra éhesen, sértődötten hallgatott. Felesége, Kun Erzsébet pedig, aki meg volt róla győződve, hogy nála szebb nőt még nem hordott a hátán a föld, egyszerűen csak féltékeny volt. Nem sejthették, hogy a házasság, amitől szívük annyira rettegett, ilyen rövid lesz. András 16 hónap után meghalt, és a fiatal királyné magas röptéből a mélybe zuhant. András helyét fia 4. Béla vette át. Miután Isten rendeléséből és a törvényes rend szerint apám halála után az ország kormányzását átveszem, legsürgősebb teendőmnek tekintem, hogy az országban eluralkodott féktelen pazarlásnak az okát kiderítsem. A méltatlanul elherdált vagyonokat visszaszerezzem, és a bűnösökön kellő elégtételt vegyek. Nem menekülnek bosszum elől azok sem, akik szerencsétlen sorsú anyám Gertrúd ellen szőtt gyilkos összeesküvésben részt vettek, de apám kegyelme futni hagyta őket. Mi azonban megkeressük őket, és a büntetés, ami elől eddig megmenekültek, utoléri őket. És most hozzád fordulok, húgom, aki eddig magyar királyné voltál, bár a nyelvünkön alig beszéltél. Keressünk tolmácsot neked, vagy érted, amit mondok? Értem, amit mondasz. Eddig, mint mondottam, királyné voltál. Ma már csak özvegy. Él ebben a hazában egy szokás, amely az elhalt király özvegyének bizonyos jogokat biztosít. Úgy, mint életjáradék, szolgák, méltó hajlék és persze országos tisztelet. Ez mindenkinek kijár, ha az özvegy gyermeket szült. Téged viszont, húgom, mivel nincs gyermeked, ezek a jogok nem illetnek meg, és ez az ország többé nem tart el téged. Érted? Nem értem, király. Nincs életjáradék. Nincsenek szolgák. Nincs királyi lak. Nincs semmi. Arra kérünk tehát, és ebben helyeslőleg mindnyájan egyetértünk, hogy azt a kevés holmit, amit magaddal hoztál, szedd össze. Akik közel álltak hozzád, ha egyáltalán voltak ilyenek, azoktól végy búcsút, és légy készen a holnapi indulásra. Egy kis csapat fog a határig kísérni. Ott elbocsájtunk. Térj vissza oda, ahonnan jöttél. Megértetted? Pontosan értem minden szavad. Csak arra kérlek, világosíts fel, hogy mi lesz azzal az 5000 ezüst márkával, amit a házassági szerződésben nász ajándékként nekem ígértek. Én erről nem tudok. Miféle házassági szerződés? Erről most hallok először. Továbbá, mi lesz azzal az 1000 ezüstmárka évjáradékkal, ami szintén megillet? Apot fia Dénes, lépjen elő! Te, mint tárnokmester, miért nem tájékoztattál erről engem eddig? Talán mert apám hűszolgája voltál? És így akartad előlem eltitkolni az ügyeit? Elegem van belőle, takarodj a szemem elől. Írnok, följegyezni, hogy új tárnokmestert keressek azonnal. Van ezen kívül még egy gond, királyom. Nekem ugyan nem az, mert a legnagyobb boldogságot jelenti. Nem küldhetsz el, ugyanis testemben az elhunyt király magzatát hordom. Mit beszélsz? Gyereket várok. Érted, amit mondok?
Vizsgáltassuk meg. Ha összeszűrte a levet valakivel, gondolni másra sem mertek. Hiszen ha a magzat valóban András gyermeke, az mindnyájuk jövőjét veszélybe sodorta volna. Maradt tehát, mint kézenfekvő megoldás, a rágalom. Csak még tettest kellett hozzá találni. Az is meglett hamar. Egy fattyú lehet csak, semmi más. Itt van apod fia Dénes. Apám embere volt, ő az ilyenekben bízott. Elsikasztotta a félkincstárat, ráadásul jóképű. De gazember, ez bizonyos. Nem. Nem elég, hogy eltávolítottam. Mi legyen vele? Egyelőre elég, ha kitolatjuk a szemét. Őrség, kísérjék be a Trixot a lak részébe. Hozzám ne érjetek! Vigyétek! Beatrixot a lak részébe kísérték ugyan, de az ajtaját ettől fogva fegyveres őrök vigyázták. Az özvegy rettegett, és félelme nem volt alaptalan. Nem az igazság, az élete volt veszélyben. Tudtam, hogy el fognak tenni láb alól. Csak idő kérdése is megtalálják a módját, hogyan tűnjek el nyomtalanul. Szerencsére Béla udvarába látogatott Frigyes német császár követsége, akik előtt titokban felvettem kilétem. Áruhában a követség tagjának álcázva csempésztek ki a várból. Így hagytam magam mögött ezt az országot. Egyenesen Németországba vittek. Mikor Marburg városába értem, éreztem, hogy már nagyon közel az időm. A közeli Verdába igyekeztem. Az utam egy különös kút mellett vezetett. Hosszú sorokban térdeltek ott az emberek. Ez volt Erzsébet kútja, ahol a szegények ruháját mosta. Ebben a szent jelben megerősödve szültem meg gyermekem, akit Istvánnak kereszteltem. Én, aki fényes hintóban, pompás kísérettel távoztam, most lóháton. Fiamat egyszerű kosárban magam előtt hordva tértem vissza Ferrárába, Adzó gróf házába. De Adzó, akinek javára minden örökségemről könnyelműen lemondtam, hallani sem akart róla, hogy befogadjon. Elkeseredett bolyongásba kezdtem, segítséget, pártfogást remélve. Hasztalan kerestem. Végül a pápa könyörült meg rajtam. Vajon elhitte a történetemet? Vagy csak egy későbbi céleszködét látta meg benne? Minden esetre pártfogása rendszeres pénzadományt jelentett. És így csodák csodája, Adzó mégis befogadta gyermekem. Nekem azonban ez kevés volt. Az én fiam egy király fia. Sorsa az, hogy király legyen. Ne könyörületből tengődjön. Ez sikerült megértetnem a velencei nagytanács uraival, akik jó lehetőséget láttak Istvánban, hogy a számukra egyre kényelmetlenebb, negyedik Béla ellenében lépjenek. Megnyugodhatsz! Gyermeked mostantól Velence pártfogását élvezi. Ez a magyar király, amióta kiűzte a tatárokat, egyre szemtelenebb. Dalmáciát és a kisebb városokat, akikkel sikerült szövetségre lépnünk, haddal fenyegeti és újra háborút indít. Tulajdonképpen ellenünk. De meg fogjuk állítani. Abban biztos lehetsz. De Bélát mégsem tudták megállítani. Csapatai elfoglalták Zárát és a tengerparti városokat. És a követ mindjárt más hangon volt kénytelen beszélni. A velencei köztársaság a felséges magyar király minden észszerű javaslatát fontolóra veszi a béke érdekében. Nekem csupán egyetlen javaslatom van. Egyetlen javaslat? Tudomásomra jutott, hogy a köztársaság pártfogásába vett egy szélhámost, egy fattyút,
akinek az anyja dicső második András királyunk hitvese volt. Ez a hűtlen asszony, urát megcsalva, most egy fattyú trónigényével szédíti a világot. A béke feltételem a következő. Velence, vizsgálja felül ezt a pártfogást, és a fattyú Istvántól vonja meg. És mit kíván Velencének cserébe felajánlani a dicső király? Zár a városát. Hogyan? A várost, amit felséged épp elfoglalt, Velencének visszaadná? Tisztán látja a helyzetet. Azt hiszem, meg fogunk tudni egyezni, uram. Természetesen megegyeztek. A Velencei Köztársaság nagy tanácsának megbízásából tisztem közölni önnel, hogy Velence a továbbiakban sem önnel, sem fiával nem kíván semmiféle kapcsolatot fenntartani. A továbbiakban tisztem közölni, hogy a várost azonnal el kell hagyniuk önöket, mint nem kívánatos személyeket. Velence területéről örökre kitiltjuk! Beatrix büszkesége nem engedte, hogy összeomlani lássák. Fiát végleg Azzóra hagyta, ő maga pedig Pádovától délre, az Eugán dombok között meghúzódó Gemola kolostorába vonult, közel Esté városához, ahol született. Abban a pillanatban, amikor a bencés kolostor kapuja becsukódott mögötte, a hatalom minden világi vágya kívülrekedt. És alig, hogy Jámbor életet kezdett élni, egy év múlva meghalt. Hogy épp az a Velence, amely Beatrix fiát, Istvánt kitagadta, évekkel később mégis visszafogadta, és olyan magasságokba emelte, amelyről elhagyatottságában álmodni sem mert. Az egyik leggazdagabb velencei család, a Morozzinik figyeltek fel rá. Mert nagyapámra, pillanatnyi helyzetétől függetlenül azért mindenki úgy tekintett, hogy ő egy származott herceg. Biztosra vették, hogy egykor visszatér oda, ahonnan elűzték, és elfoglalja helyét a trónon. A Morozzini ennek a haszonnak a reményében adták hozzá a lányukat, Tomaszinát. Királynő volt ő is, az Adria királynője. Így ismerte egész Velence. A krónikák feljegyezték róla, hogy nagy kedvelője volt az ünnepségeknek és énekeknek. Ruhájának bíborát pedig gyakran ibolyával díszítette. Ez a különös jelkép nem állt épp összhangban jellemével, mely vak büszkeséggel tekintett férjére, a nagyapámra. Nem szerette csüggedni látni. Sarkalta. Űzte, hogy ne adja fel hatalmi ábrándjait. De az a távoli jövő, amelyben minden álom megvalósul, csak nem akart elérkezni. Helyette viszont született egy fiú, akit apjára emlékezvén Andrásnak kereszteltek. A gyerek boldogságot ugyan hozott István életébe, de megoldást nem jelentett. Nagyapám kudarcokkal terhelt életét hamar befejezte. Elfáradt. Feladta. Amikor meghalt, fia, az én apám még csak 6 éves volt. Lelkében István leszámolt a királysággal, de nem számolt le vele Tomaszina, az Adria királynője. Újabb csillag ragyogott fel előtte, az apám. Jól van, elég volt. Andreas.
fáradom, már szomjas vagyok. Töltsetek neki! Tudok tölteni magamnak. Nem. Andreas, add vissza. Erre vannak a szolgák. Ezt még meg kell tanulnod. Grácias. Nem, Andreas, nem kell köszönni. Ő érez hálát, hogy segíthet neked. Miért nem néznek rám? Hát, mert nem engedtük meg nekik. De én kíváncsi vagyok, mire gondolna. Azt ne akar tudni, Káromi, jó, mert szomorú ember lesz belőled. Ők legyenek kíváncsiak rád. Hát, ezt még meg kell szoknod, ha majd király leszel. Így kezdett hozzászokni az én apám az uralkodáshoz. Anyja sokat beszélt neki a nagyapjáról, Dicső Andrásról, akit Jeruzsáleminek mondanak. Mesélt a keresztes harcosokról, csatákról, varázsló pusztai vándorokról. A gyerek képzeletét elragadták ezek a mesék. És gyakran álmodott egy öreg emberrel, akit ő a nagyapjának képzelt. Hát te meg mit csinálsz itt? Unatkozom. Egy király is tud unatkozni. Anya szerint uralkodni az nagyon érdekes. Mindig történik valami. Tévedett. Ülni egész nap. Unalmas öreg emberek. Unalmas gondjait hallgatni. És várni, mikor jön már az este. Mi ebben az érdekes? Hm? Akkor miért nem kelsz fel és hagyod ott az egészet? Mert azt nem lehet. Akkor én nem leszek király. Néha! Azért azonban jó dolog. Mikor? Néha. Ha úgy érzed, hogy egy kicsit, hogy egy hangya arasznyit változtatni tudsz a dolgokon. Mekkora egy hangya arasz? Hát, ekkora. És ennyiért megéri? Megbizony. Akkor megőrzöm. Nagyanyám álmaiban sokszor megjelent egy kép. Talán nem pont olyannak képzelte az embereket. Talán a velencei pompához szokott emlékei is átszínezték a képzeletét, de a lényeg ugyanaz volt. Apámból király lesz, Fehérváron fogják megkoronázni, és az esztergomi érsek teszi majd fejére Szent István koronáját. Számtalanszor álmodott róla, de talán maga sem hitte, hogy ez egyszer megvalósul. A sors azonban, mintha jóvá akarná tenni annyi rossz fordulatát, 1290-ben készségesen mindent az apám lába elé terített. Apám elődje, Hun László uralkodásának utolsó éveiben már tarthatatlan volt a helyzet. Miután Lászlót megölték és gyermeke nem volt, Lodomér érsek és a magyar urak egy része élükön a rettegett Kőszegi Ivánnal abban láttak az ország számára egyedül üdvözítő megoldást, ha Andrást behívják és a trónra ültetik. Akarod-e a szent hitet, melyet hívő férfiak adtak át neked megtartani és igaz módon megőrizni? Akarom. Akarsz-e a szent egyházaknak és az egyházak papjainak védője és oltalmazója lenni? Akarok. Akarod-e az Isten által neked átengedett országot kormányozni
és védelmezni? Akarom. Akarjátok-e ennek a fejedelemnek alávetni magatokat, az ő országát erősíteni, igaz hittel megszilárdítani, és parancsolatainak engedelmeskedni? Úgy legyen! Úgy legyen! Úgy legyen! Apám koronázási szertartásában minden úgy zajlott, mint évszázadokkal előtte. Egyet kivéve. Ez azonban korábban soha nem történt meg. Az eskü szövege után az érsek egy hitlevelet vett elő, melynek szövegét septében szerkesztették, és a szent szövegeken felül még erre is feleskedték a királyt. És végezetül. Megesküszöl-e, hogy minden erőddel azon leszel, hogy visszafoglald mindazon földeket, amelyek Magyarországból a német fejedelmek kezére jutottak. Esküszöm. Tudta. Csak nem mondták el neki. Ugyanis a német fejedelmek kezére jutott földek nem voltak másé, mint azé a kőszegi családé, akik Andrást az országba hozták. A család feje pedig nem más volt, mint a rettegett kőszegi Iván. Gyalázat! Felségem, gyalázat! Egy hónap sem telt el azóta, hogy felségedet megkoronázták. És Rudolf, német király, Erfurtban kihirdeti, hogy ő Magyarországot az ő kedves fiának, Habsburg Albert, ausztriai hercegnek adományozza. Arról, hogy időközben valakit már Magyarországon megkoronáztak, egyszerűen nem vett tudomást. Arra hivatkozott, hogy állítólag IV. Béla urunk, a tatár elől menekülve az országot neki, segítsége fejében hűbérül felajánlaná. Na de akkor hol volt a segítség, kérdem? Hol? Mikor küldött egyetlen lovast a tatár ellen? Bármelyik nyugati fejedelem! Mikor? És most erre hivatkozva, felséget feje fölött adják és veszik az országot. Kardom a hazámé! Vérem a királyé! Mutassuk meg neki, ki az úr ebben a hazában! Iván itt persze magára gondolt, de erről mélyen hallgatott. Nem volt könnyebb a helyzet a Vatikánban sem. IV. Miklós pápa, akihez a hírek csak nagy késéssel jutottak, magából kikelve tajtékozott. Mi történik ebben az országban? Lodomér érsek eddig hűségesen tájékoztatott. Pontos képen volt, hogy mit művel kunyjaival az az eretnek László. De most azt hallom, hogy meghalt. Hogyan? Mikor? Lodomér hallgat. Kérdéseimre nem válaszol, tehát titkolózik. Tájékoztattak viszont, hogy Rudolf német király miben mesterkedik, de téved. Magyarország, ha a királyág kihalt, nem szállhat a német trónra. A magyar trón egyedül a római szentszékre szállhat, hisz tőlünk kapta a koronát első királyuk István. Jövőjét illetően tehát csak is a szent szék lehet illetékes. Az igazi ellenfél azonban messze volt, a távoli Szicíliában. Kun Lászlónak volt ugyanis egy lánytestvére, Mária. Őt oda az Anzsúházba házasította az apja. Ahogy megtudta, hogy testvére halott, természetesnek vette, hogy a magyar trón csak is őt illeti. Kinyilvánítom ezennel, hogy a magyar trónról, ami jog szerint engem illet, lemondok. Lemondok, és ezt a jogomat fiamnak, Martell Károlynak átengedem. Ámulattal halljuk azonban, hogy Magyarországot egy bizonyos András nevű velencei gonoszul elfoglalta. Felszólítjuk tehát Magyarország népét,
hogy Andrást, akinek semmi joga sincs a koronára, hagyják el, és hódoljanak meg felséges személyünknek. Ha ezt nem teszik, és a trombitorló önként nem távozik, majd félelmetes hadseregünk fogja megsemmisíteni. A félelmetes szicíliai hadsereg! Ez hadsereg, ugyan már? Én ezt azért nem tartom annyira a nevetségesnek. Vegyük józanul számba a dolgokat. Róma és Szicília messze van. Albert azonban itt van közel. Rá most kell lecsapnunk, felség. Bízzon bennem. Gardon a hazámé! Vélem a királyé! Miért hívtál ebbe az országba, atyám? Hogy legyen végre valaki, aki rendet csinál. Én gyerekkoromban arról álmodoztam, hogyha fölnövök, majd Bolognába megyek, és jogot fogok tanulni. Bologna messze van tőlünk, fiam. Nagyon messze. Ez itt az ököl jogországa. Engem sose izgatott, hogy egy nehéz páncél alatt izzadva attól rettegek, hogy mikor taszít le a nyerekből egy lándzsa, vagy hogy kóbor nyíl, mikor üti át a torkomat. Én olvasni szerettem, és hallgatni, ahogy anyám énekel. Sose voltam valami híres verekedő. Nem is ezért hívtalak. Én azok közé tartozom, és nem vagyunk sokan, ezt tudom, akik hisznek abban, hogy ésszel és józan gondolkodással nagyon sok mindent el lehetne ítélni. És András megtette, amire Lodomér vágyott. Nem úgy kezdett az uralkodáshoz, mint nagybátyja, negyedik Béla. Nem az indulat, nem a bosszú, nem az erély vezették. A külfölddel egyelőre nem törődött. Első dolga az volt, hogy Óbudára országgyűlést hirdetett. Nagyapja alakját, akiért gyerekkorától fogva rajongott, ezekben az időkben gyakran emlékezetébe idézte. Amikor bajban volt az ország, te hogy csináltad? És hogy csinálnád most, ha élnél? Hogy én hogy csinálnám? Először is kitakarítanám azt a sok szemetet, amit az előző király itt hagyott. Miért téged átkozzanak miatta? Elrendelem, hogy a negyedik László király által állított összes vámot eltöröljük. Eltöröljük továbbá, hogy utas hazafiakat meg lehessen zálogolni. Felülvizsgáljuk negyedik László király jogtalannak tett birtokadományait, és egyben ígéretet teszünk, hogy a király teljes megyéket többé el nem adományoz. Felsége, ne feledkezzünk el az egyházat ért méltatlanságokról sem. Nagyapád sajnos elrendelte, és azóta hiába küzdöttünk ellene, hogy a dézsmát természetben lehet lerúlni, és kiadásunkat pénz hiányában nem tudjuk fizetni. Elrendelem, hogy a dézsmát természetben lerúni nem lehet. Így minden ekeföld után egy fertót, azaz egynegyed márkát fizessenek. Elrendelem továbbá, hogy az egyházat jogaiban és birtokaiban megtartjuk. Minden torony vagy vár, ami elbitorolt templomokra épült, lerontassék. Szükséged lesz támogatókra is. Azt meg úgy tudsz szerezni, ha népszerűvé teszed magad a nemesek előtt. A kőszegélyeket és a többi oligarchát persze nem szabad lebecsülni, de a számuk kevés. Szegény nemesből pedig több ezer van. Tedd őket a koronát támaszává. Ha így teszel, olyan szilárd lesz trónusod talapzata, mint a szikla. Elrendelem, hogy a király nemesen többé adót ne vegyem. Még a korona haszna
vagy más címen se követeljen tőlük semmit. Viszont minden nemes köteles a király oldalán kardot ragadni, ha valamely külső ellenség az országra tör. Idegen ország elfoglalására csak a király pénzén kötelesek menni. Elrendelem továbbá, hogy minden évben egyszer az ország nemesei és főurai Fehérvárra gyűjjenek, hogy az ország állapotáról tanácskozzanak, és megvizsgálják, hogyan viselik magukat a főurak. Őket miért nem hívtak meg erre az országgyűlésre? Tudja valaki? Nem tetszik ez nekem. De jó, várjunk türelemmel. Az osztrák Albertet el kell űzni az országból, és birtokainkat visszaszerezni. Ez nem vitás. Igen, úgy van, azon a rövid, ez nem vitás, vissza kell szerezni. De előbb megvárjuk, amíg a király nem csak a saját népszerűségét kovácsolja, hanem kardot ránt az osztrák ellen. Akkor majd mi is természetesen a király mellé állunk. És azután? Azután? Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Kenessék fel ez a kéz szent olajjal, amivel felkenték a királyokat és a prófétákat. És miként királlyá kente Sámuel Dávidot, úgy légy áldott és királlyá rendelt ebben az országban. E felett a nép felett, amelyet a te urad Istened neked adott, hogy uralkodj felette és kormányozd. Alig egy évre rá, hogy Andrást megkoronázták júniusban, a magyar sereg összegyűlt Fehérvárra, és a király kibontotta a székesegyházban az ország zászlaját. Harcba szállt a nemzet. Nem sokkal később át is léptük az osztrák határt. Az osztrákok eleinte gúnyolták a magyarokat. Velencei Kalmár fiúnak csúfolták a királyt. De ahogy sorra foglalták vissza a várakat, torkukra fagyott a nevetés. Amikor meg már Bécs alá is elértek és felgyújtották a külvárost, kitört a pánik. Albert kénytelen volt békét kötni, és András megdicsőülten vonult le a csatatérről. A győzelem mámorában azonban nem vett észre valamit. A békeszerződés úgy szólt, hogy az osztrákok a Vas és Sopron megyei városokat feladják, de a várakat, hogy ne váljanak újabb háború fészkeivé, lerombolják. Csak hogy ezek a kőszegi Iván várai voltak. Nem csoda hát, ha röviddel utána titkos követség járt Mária szicíliai királyné udvarában. Királyi felségek, Magyarországon a tényleges helyzet az, hogy már negyedik Béla urunk halálakor is a váraknak csupán egy harmada volt a király kezén. És mára ez a szám az egy ötödére csappant. Gondolja meg, felséged, a négy legerősebb magyar család. Nyugaton az enyém, a kőszegiek. Északon Csák Máté, Tiszán túlon a Borsák, Erdélyben a Kánok. Együttesen több várat birtokolunk, mint maga a király. Erre az erőre bizton számíthat felséget, ha bejön. Teljes támogatásunk üzenetével jöttem. Látod, fiam, tudtam én, hogy Magyarországon élnek még becsületes emberek. Kőszegi Ivánt ezennel személyesen, a többieket pedig általa uralkodó családunk hívévé fogadjuk. Egyben felhatalmazzuk, hogy indítson azonnal háborút a velencei András ellen. Felség, a bizalom az rendben, de a háború dolgát ne siessük el. Először is tudnunk kell, hogy mi a helyzet a szicíliai seregekkel. Sajnos, Szicília nagyon messze van. Ekkora távolságból mi nem tudunk háborúzni. Meg hát említette is, hogy haderejük, ha összefognak, könnyedén elbánik a királlyal. Hát azért ez az összefogás időbe telik, felség. Maga okos ember. Cselekedjen úgy, ahogy a helyzet megkívánja. Támadjon meg akárkit. Javait, ha szükségesnek találja, fossza ki nyugodtan. Büntetéstől ne tartson. Ön Eperstől fogva a francia hűbérjog alá tartozik, és személyes védelmemet bírja.
És Iván, ha fiam elfoglalja a trónt, Sopron és Vasvár megyékre már most úgy tekintsen, hogy azok örökre az öné maradnak. Kardom és vérem fenségednek ajánlom. Nagyon helyes. Károly, gyere csak ide. Mutasd magad az úrnak. Leveleit már úgy írja alá Martell Károly magyar király, az én fiam. Már a liliomos címerbe is belevésettük a magyar vörösezüst csíkokat. Ez a cobolyprémes ruha is most készült, hogy áll rajta? Hát már nem olyan most, mint egy király. Apám a rájellemző nagy vonalúsággal, amit minden bizonnyal nagyapjától, második Andrástól örökölt, nem nyugtalankodott a külföldi hírek miatt. Neki fontosabb dolga akadt. Utódra volt szüksége. Így jöttem én a világra. Más király, ha gyermeke született, és nem fiú, rögtön búskomorságba esett. Apámat ez egyáltalán nem érdekelte. Születésemkor megkondultak a harangok, a nyilvános helyeken borforrást nyitottak, amelyből mindenki ingyen ihatott. És miközben így ünnepeltek, elfeledkeztek a zavaros időkről, amelyben éltek. És úgy tekintettek rám, mintha váratlan ajándéka volnék egy gondtalan világnak. Ő volt az anyám! Egy száműzött lengyel herceg lánya, aki szivadar fehérvári prépost hozott apámnak. A kujavi fenéna, az én gyönyörű fiatal anyám! Vagy csak így akarok emlékezni rá, és kényszerítem magam, hogy fiatal szerelmes párnak lássam őket. Boldog vagyok, atyám. Minden okod megvan rá, fiam, ha a családodra gondolsz. Igen. De törődnöd kell az ellenségeiddel is, fiam. Iván hűtlen lett, és nyíltan szítja a lázadást ellen. Így zártam a királyi tanácsból. Nem tárnok mester többé. Helyes. De Iván lázadása csak egy szikra a szikkat avarban. Bármikor fellángolhat az országos ellenállás. A többség velem van. A többségnek nincs pénze, se hadereje. Ezért mondom, hogy adjunk nagyobb jogokat a városoknak. Ott vannak például az erdélyi szászok. Növeljük a városok önállóságát, kereskedjenek, kapjanak nagyobb jogokat, mint nálunk Itáliában. Hol, felség? Mint Itáliában. De ez itt nem Itália, felség. Persze, mindig elfelejtem. Itt másként gondolkoznak az emberek. Felség, ha megbocsájt, azért még egy fiú nem ártana. A lázadás, amit Lodomér megjósolt, kitört. A kőszegiek az Anzsúk nevében rátörtek a királyi birtokokra. Pusztítottak, raboltak. A nyílt háború elkerülhetetlen volt. Apám hívására meglepően nagy számú sereg kerekedett. Meg is indult velük le, a Dráván túlra. Erre Kőszegi Iván megijedt, segítségért üzent az Anzsúknak, de persze, Martell Károlytól nem kapott semmit. Erre meghunyászkodott, és mintha mi se történt volna, sietve békét kötött apámmal. És még csak a szeme sem rebbent. Eredj békével. Elbocsátunk. Augusztus van. Rövidesen beköszönt az ősz. Ideje hazatérni. A sereg holnap hazaindul és feloszlik.
A soproni követeknek üzenem, hogy ne aggódjanak. A város visszakapja a régi függetlenségét. Kőszegi Iván sem soproni, sem Vasvári ispán nem lesz többé. Ezen az éjszakán azonban olyan dolog történt, amely példanélküli a magyar királyság történetében. Kőszegi Iván meggondolta magát. Észrevette, hogy csak néhány katona őrzi a királyt, így megtámadta, és foglyul ejté törvényes királyát. Ez a tett azonban olyan gyalázatos volt, hogy még maga Iván is megrettent saját tettétől, és nem tudván mit kezdeni a fogollyal, más elhatározásra jutott. Szégyellem, ami történt. Bocsánatot kérek felségettől, és kész vagyok szabadon bocsájtani. Ám egy valami nagyon nyomasztja a lelkem. Hát, ha felségednek szándékában állni bosszút állni rajtam. Rosszul ismertél meg, hogyha ezt gondoltad. Mit tehetnék, hogy megnyugodhass? Hát ez nagyon megnyugtatna, ha a felséged kezest adna. Vagy még inkább kezeseket. És kiket fogadnál el? Mondjuk a buzád agyasz fiát. A doroszló fiát. Miért éppen őket? Mert ők egyetlen fiaik az apjuknak. Ez így nekem elég. Legyen. Azért egy valami. Nem hagy nyugodni felség. Az a soproni, meg az a vasvári ispánság, az nagyon fáj nekem. Hát, hogyha téged ez ennyire nyugtalanná tesz, maradj továbbra is soproni és vasvári ispán is. Igen. Ez így megnyugtat, felség. De örök hűséget fogadsz a királynak. Kardom a hazámé! Véred a királyé! Tudom. Apámon a gyengeségi jelei mind jobban kiütköztek. Ebben az általános rothadásban szüksége volt még valakire Lodoméron kívül, akibe megkapaszkodhatott. És nem volt számára más a világon, csak az anyja. Behívta hát Velencéből, hogy segítsen, és rábízta mindjárt a legnagyobb tűzfészket, Szlavóniát. Tomaszina pedig ruhájának ibolyáit gond nélkül páncélra cserélte. Az helyes döntés volt, hogy a tenger mellék báni méltóságát a Brejbíri család örököseinek adtad. Ezzel a dalmát városok ismét neked hódolnak, és az Anzsuk befolyása csökkent. Nem csökkent, anyám, hanem elmúlt. Az új pápa egy bölcs öreg ember. Nem olyan kétszínű magyar kérdésekben, mint az elődje Miklós volt. Az Anzsukat a Vatikán már nem támogatja. Nem támogatja? Tudod te, mit csinál a te új pápát az a ravasz ördög? Egész Dalmáciában szép lassan lecseréli a püspököket. A régieket meneszti, és a helyükbe újakat ültet. Ez a világ menete, anyám. Az a világ menete, hogy az új dalmát püspöki kar egytől egyig az Anzsuk embere legyen? Észrevétlen hangolják a lakosságot ellened! Hát vak vagy te! Én erről semmit se tudtam. Sok mindenről nem tudsz. Vagy csak nem figyelsz oda. Itt vannak például a kőszegiek. Nem bírsz velük, mindenki látja, de ha nem bírod legyőzni csatában, hát miért nem találsz más módot, hogy végezz vele? Van ezer ötlet, van hozzá ember is, aki megcsinálja. Itt van például a félig mérgezett kés. E régi itáliai praktika. A késnek csak az egyik felét kent be gyorsan ölő méreggel. Vág ketté egy halat. Te egyél abból a részből, amit a méreg nem érintett, a másik felét. Pedig kínált fel a barátodnak. Mindketten jó ízűen esztek, gyanútlanul, aztán egyszer csak csendesen lefordul. Te pedig ártatlanul felállsz. Anyám,
Én sokkal jobban szeretem hallgatni, amikor énekelsz. Fenén a törékeny teste nem fogant újabb magzatot. Születésem után valami alattomos betegségbe esett, és lassú sorvadásra indult. Egyre nehezebben, egyre lassabban peregtek számára a napok, az órák, a percek. És eljött a nap, amikor anyám csontra soványodott teste feladta, és nem vonszolta tovább elgyötört életét. Mama! Mama! Öt éves voltam ekkor. Apám úgy határozott, hogy hajdani ellenségének, Habsburg Albertnek a lányával, Ágnessel pótolja anyám helyét. Emlékszem az első találkozásunkra. Meglepődtem, milyen törékeny, és milyen szigorú a tekintete. Alig volt magasabb nálam. Ő lesz mostantól az anyám, és ez a kis teremtés fog az apámnak fiút szülni, hiszen tulajdonképpen még ő is csak gyerek. Erzsébet, én Krisztus jegyese vagyok, és írtózom, hogy az apád ágyába feküdjek. Rám bízta titkát, és ettől a perctől tudtam, hogy barátnők sem leszünk soha. Én Bécsben maradtam, ott neveltek tovább. Így lett vége a gyerekkoromnak. Apám meg végleg olyan lett, mint egy gyerek. Hiszékeny, álmodozó, naív gyerek. Minél kegyetlenebb lett körülötte a világ, ő annál inkább egy bölcsen kormányzott mesebirodalom illúziójába merült. Újabb törvényekkel kísérletezett. Régen az ország sok szenti fiakkal tündöklött, mint szép fényes gyémántokkal, tiszta életű jámbor férfiakkal, mint szent angyalokkal. Tiszta szűz élet tündöklött ő benne, amely leginkább tetszett az Istennek, kért szent dolgok néki megjelentek, általa értettek. Mi, akik királyurunk kérelmére az úr 1298. évének augusztus havában Pesten országgyűlést tartani összegyűltünk, az alábbi fontos határozatokat hoztunk. Elsőként is kimondjuk, hogy András urat, a királyi vért, született urunk gyanánt tiszteljük. Még hogy királyi vér, egy fattyú, egy közönséges csaló,
Az apja egy közönséges lovász fiútól származott, ezt mindenki tudja. Az anyja meg, egy velencei kurtizán. Asszát, persze, hogy kurtizán, csak rá kell nézni. Miféle országgyűlés az ilyen? Bolondok kerepelése. Kit érdekel, mit vartyognak itt össze? Elrendeljük továbbá, hogy bárki, aki a király, a királyné, a hűnemesek vagy az egyház bármi nemű jószágát jogtalanul lefoglalta, ezen országgyűléstől számított 3 hónap alatt haladéktalanul szolgáltassa vissza. Amit vétettek, azért kérjenek bocsánatot, és a jövőben minden latorságtól, foglalástól tartózkodjanak. Neki kéne bocsánatot kérni tőlünk, hitvány éhenkórász banda! Ebben az országban a király a legnagyobb tolvaj! Szégyen gyalázat, a talpnyaloknak meg minden szabad! 3 hónap, hogy én visszaadjam, tudod mikor? Soha napján lesz az a 3 hónap! A főurak és más hatalmaskodók ezentúl fékezzék magukat, és a jövőben bármiféle kártételtől tartózkodjanak. Aki ez ellen vét, büntesse meg a király. Vegye el minden jószágát, abból térítse meg az okozott kárt. Ami marad, azt tartsa meg. A gonosztevők örökösei se kapjanak semmit, és legyenek kiközösítve az egyházból. Hű, de nagyon félünk! Kiközösítés! De nagyon félünk! Még szerencsé, hogy a kalocsai érsek a kiközösítés feloldhatja. Ez az! A kalocsai érsek a barátunk! Szólok neki, megmondja mennyi! Másnapra már fel is oldozott! Papokkal fenyegetőzni? Hát nem veszik észre, hogy nekünk már az Úristen sem parancsol! Vedd át e kardot, a püspökök méltatlan, de szent apostolok tekintélyével megszentelt kezéből. És vedd emlékezetedbe azt, amiről a zsoltárírő ilyen proféciát mondott. Övezd fel kardodat oldaladra, te hős, hogy ezáltal az igazságosság hatalmát gyakorold. A jogtalanság nyűgét semmisítsd meg. Isten szent egyházát védelmezd. Az özvegyeket és az árvákat kegyesen segítsd. A leromboltat építsd fel. A felépítettet őrizd meg. Az az érdekes, hogy erre a kardra nem csak a hazának volt szüksége. Albert, a régi ellenség és új barát, arra kérte apámat, hogy segítsen neki a német trónt megszerezni. Az apám természetesen segített, és Albert magyar segítséggel német trónra ülhetett. Máig sem értem, hogy akkor 2 évvel később ez a kard miért nyugodott hüvelyébe, amikor Martell Károly fia 2 gályával, egy teherhordó hajóval és némi élelemmel partra szállt a dalmáciai Spalátóban. Miért nézte tétlen az apám, ahogy az új trónkövetelő lassan ellene fordítja a déli országrészeket? Miért te fogta el könnyűszerrel, ahogy tanácsolták neki? Megtehette volna Carlo Roberto, akit később Károly Robertnek hívtak, akkor még gyerek volt. A sereg maroknyi! És azt, hogy Magyarországot fenyegetve kikötöttek, még a pápa sem helyeselte! Akkor az apám mire várt? Vedd át a királyi méltóság gyűrűjét, és ezáltal tekintsd magad az igaz hittel eljegyezve. Mert amint ma fejévé rendeltetsz az országnak, úgy leszel építője és megszilárdítója a kereszténységnek, hogy hitben gazdagodva a királyok királyával dicsértessél, aki a hatalom és a dicsőség mindörökké. Lodomér érsek 1298-ban meghalt. Utódja
Bicskei Gergely fehérvári prépost lett, akinek személye már akkor megosztotta az egyházat, amikor megválasztották, de az apám ekkor is csak hallgatott. Nem vette észre, hogy Lodomér utódja egyre nyíltabban függetleníti magát a királyi hatalomtól? Nem szúrt neki szemet, hogy amikor a fontos döntések születtek, a főpap rendszeresen hiányzott, hogy az utolsó országgyűlésre el sem ment? És hogy tűrhette szó nélkül, amikor Gergely a pápánál kiárta, hogy az egyházi átkot, amit Lodomér annyi hitszegése miatt Kőszegi Iván fejére kimondott, azt egyszerűen visszavonják! Vedd az erény és igazságosság veszélyét, hogy tud simogatni a jámborokat, és megfélemlíteni a gonoszokat. Tudja tévejgőknek utat mutatni, és az elesetteknek kezet nyújtani. Alázd meg a gőgösöket, és emeld fel a gyengéket. És nyissa meg neked az ajtót Jézus Krisztus, aki magáról ezt mondta. Én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül. Utolsó éveiben többször tett kísérletet arra, hogy jogi úton rendezze, amit erővel nem tudott. Csökönyösen hitte, hogy ez nem az ököljogországa. Törvényei egy korával haladni akaró uralkodó méltó teljesítményei voltak. De ezek megvalósítását sorra föladta! Vajon miért? De hogy volt képes annak a Kőszegi Ivánnak, aki annyiszor elárulta és hátba szúrta, mindig megbocsájtani? Hát épp ésszel fölfogható, hogy élete végén pont őt, uralkodása legáldásabb ellenségét örökös nádornak nevezte ki. Mi volt ez benne? Gyermeki naivság? Befolyásolható jellem? Vagy egyszerűen elfáradt, megunta az egészet. Fogadd az ország koronáját, amelyet ugyan a püspökök méltatlan keze helyez fejedre, mégis tudja, hogy a korona a szentség dicsőségét, valamint a kifejtett erő hatását jelképezi. Mi a lélek pásztorai a belső dolgokkal foglalatoskodunk, te a külső dolgokkal. És ezért te, mint Krisztus egyházának bátor védője, az Isten által neked adott országnak rátermett tisztségviselője és üdvös kormányzója fogsz megjelenni, hogy az örök boldogság jutalmával koronázva vég nélkül uralkodj a megváltó és üdvözítő Jézus Krisztussal. Ámen. Midőn a század, a 13. becsukni készült kapuját, és beállt az ősz. Apám anyja, az Adria királynéja váratlanul meghalt. Az apám élete összeomlott. Valójában soha nem tudtam szabadulni attól a gondolattól, hogy az apám a lelke mélyén igazából csak egy nőt szeretett. Az anyját. Most, hogy végleg magára hagyta, borba, ágyasok karjaiba menekült. Betegségre panaszkodott. Testi ereje látványosan apadni kezdett. És néhány hónapra rá, január 14-én éjfélre meghalt. Január 14-én nevelő anyám, Habsburg Ágnes, átadta a királyi várat az országnagyoknak, és kiköltöztünk a palotából. Őt, aki már gyerekként égi jegyességről álmodott,
A Königsfieldi Clarisszák kolostorában várta a végső menedék. Nekem 10 hontalan év kellett, hogy rádöbbenjek. Életemet arra az ösvényre tereli a sors, amelyen Szent Erzsébetet és Margitot kell követnem. Boldogan érkeztem, és boldogan távozom. Ha majd egyszer jön az alkony, életünk, hogy szét ne hújjon, segítsen a kegyelem, segítsen a kegyelem. Azért mondott velem magáról, hatalmáról és jogáról, a királylány szívesen, a királylány szívesen. Ülünk az ablakban, távol az időben. Három arc, három néma tanú. A világ távolodik tőlünk, mi meg zsugorodunk. Egyre kisebbek, egyre jelentéktelenebbek leszünk. Végül nem marad más belőlünk, mint egy puszta név ebben a végtelen krónikában. Nos, megérte? Elvesztettem. Nem tudtam megőrizni. Semmi sem változott. Adj nekem igazt. Ne a gyümölcsöt keresd. Gyökeret becsüld meg.